közel 3 hónapos kényszerszünet után újra kinyithatják kapuikat a szlovákiai fürdők, amely igazi felüdülés lehet minden fürdőzni vágyó számára. A koronavírus járvány megjelenése miatt azonban a legtöbb fürdő gazdasági válságba került, mivel a szolgáltatások fejlesztése és a létesítmények modernizálása céljából komoly beruházásokat hajtottak végre, amelyeket banki hitelből finanszíroztak. Mivel a dél-szlovákiai turizmus legerősebb áldozatát éppen a termálfürdők jelentik, úgy döntöttünk, hogy ellátogatunk Dél-Szlovákia 2 legjelentősebb és leglátogatottabb fürdőjébe, hogy utána járjunk, hogyan készültek a szezonnyitásra, és milyen nehézségekkel kell megküzdeniük a több hónapos kényszerszünet után. Kezdjük utunkat a nagymegyeri Termál Corvinus Aquaparkban, amely június 6-ától várja a fürdőzni vágyókat. A termálfürdő a tavalyi esztendőben több mint 714 ezer regisztrált belépővel rekordlátogatottságot tudhatott maga mögött, ám ez az év nem kis kihívásokat hozott magával. Termálfürdő újranyitását. Ehhez képest egy picit lassabban indult természetesen a szezon, mert csak azért is, mert nagyon hirtelen jöttek ezek az óvintézkedés enyhítések. Úgyhogy gyakorlatilag június 1-én bejelentették, hogy lehet strandolni 3-ától, természetesen néhány napot igénybe vesz, amíg a fürdők erre felkészülnek. Nagymegyer ugye 6-án nyitott részlegesen, most a mai napon 10-én pedig teljes mértékben az összes 13 medencét nyitja a fürdő, és most már azért szép számban vannak emberek. És hát reméljük, hogy most már a napocska is egy kicsit ránk mosolyog, és akkor több ezren jönnek újra, mint tavaly. Milyen óvintézkedéseket kell betartani a látogatóknak, és milyenek az ezzel kapcsolatos visszajelzések? Egyrészt a központi válságstáb, másrészt a közegészségügyi hivatal óvintézkedéseit nekünk is be kell tartanunk. Az azt jelenti, hogy zárt területen a szájmaszk viselése kötelező, a 2 méteres távolságtartás, de egyébként a fürdő célja az, hogy komfortossá és tényleg kellemessé tegye a szabadságolást, úgyhogy igyekszünk mindent úgy, vagy legalábbis a fürdő igyekszik mindent úgy bebiztosítani, hogy aki ide jön, az tényleg pihenjen, és ne az legyen az első rendű célja, hogy az óvintézkedéseket betartsa. Nyilván ezeket már az emberek fegyelmezetten maguktól is betartják, úgyhogy úgy gondolom, hogy itt nem lesz ezzel semmiféle probléma. Mivel a fürdőben korlátozott számú látogatót fogadhatnak csak, ez megmutatkozik majd a belépőjegyek és a szolgáltatások árán is? Mi nagyon örülnénk neki, hogyha már annyi látogatót tudnánk fogadni, hogy ezt a korlátozást, ezt már ugye a határán csúrolja a látogatók száma. Egyelőre még nem tartunk ott, viszont rugalmas jegyárakat vezet be a termálfürdő ettől az évtől kezdve. Az azt jelenti, hogy ha túl sok lenne az érdeklődő, akkor természetesen rövidebb jegyeket biztosítunk, rövidebb belépésekre fogjuk motiválni az embereket, hogy a lehető legtöbben élvezhessék a medencék szabadságérzetét, illetve hogyha túl kevesen lennének, akkor természetesen biztos valami akciókkal és kedvezményekkel is szolgálunk. És igyekszünk arra ösztönözni az embereket, hogy online elővételben vásárolják meg a jegyeiket, úgyhogy a legnagyobb kedvezményeket egyelőre mindig az online jegyeknél lehet majd megtalálni. A koronavírus járvány miatt kénytelenek voltak egy 3 hónapos kényszerszünetet tartani. Ez milyen hatással volt a termálfürdő gazdálkodására, és mire használták ki a kényszerszünet alatti időszakot? Pontosan 85 napig voltunk zárva. Ugyanebben időszakban tavaly 830 ezer euró bevételünk volt csak a belépőkből, és 120 ezer emberre több volt. Ez a bevétel megmutatkozik a nyereségen, ahol néhány százezeres veszteséget kiprodukáltunk, de bízunk benne abban, hogy jó időjárás lesz nyáron, lesznek látogatók. Nem bízok olyan látogatottságra, mint 2019 évben volt, de hát én örülnék a felének is, de hogyha legalább a fele is lenne, akkor is le tudnánk dolgozni azt a mínuszt, és visszaadni az összes hirtelen fölszedett kölcsönöket. Hogyan teltek a napok a kényszerszünet alatt? Kihasználták azt az időszakot? Hát nagyon nehezen teltek, így az, hogy jöttek új előírások.
Sokszor nem is tudtuk, hogy most akkor az embereket mi legyen, hogyan legyen, még tisztázottak a előírások, elbocsátásokról nem gondolkodtunk. A menet olyan volt, hogy persze mindenkit nem lehet itt otthon hagyni, úgynevezett 80%-on, valakinek dolgozni is kellett, 10-11 ember mindig dolgozott, többi az otthon volt, hogy az úgynevezett 80%-on. Szlovákia 15 legnépszerűbb akvaparkja és fürdője létrehozta a Szlovákiai Akvaparkok és Fürdők Szövetségét. Milyen célból hozták létre ezt a szövetséget, és mit várnak ettől az összefogástól? Igen, összejöttünk, meg is volt már alakuló gyűlése. Olyan válságos időszakban jött létre, de talán ez volt a motiváció, hogy akkor jöjjünk össze, és akkor próbáljuk közösen oldani a problémákat, mert információk nem voltak, hogy akkor mikor, hogyan, merre kellene indulni. Első lépés még a alakuló ülés előtt az volt, hogy kidolgoztunk egy 100 pontos programot, amelyik a központi válságstábnak lett átadva. Továbbiakban én várok nagy érdekvédelmi csoportnak a támogatását. Különböző témákról lehet ottan beszélni rövid távon, például a hazai turizmusnak a támogatása, vagy ennek a helyzetnek a olyan megoldása, hogy akkor kérünk mink is valamilyen támogatást, még azon kívül hosszú távon ott lehet gondolkodni legislatív kérdéseken. Ismert dolog, hogy a önkormányzati cégekre nem mindig ugyanazok a törvények vonatkoznak, pénzügyi törvények, amik a magánkézben levő KFT-kre vagy részvénytársaságokra. Úgyhogy én itt látom a feladatát a szervezetnek. Hogyan készülnek a versenyekre a koronavírus járvány időszakában a válogatott junior úszók? Készülünk úgy, hogy edzünk csak egy fázisosan. Reggel vannak az edzések jelenleg. 2 órás edzéseink vannak, pályában egy úszó úszik. Én edzek konkrétan 4 úszót, úgyhogy egy pályában maga úszik, és betartjuk a 2,5 méter távolságot a úszók között. Amikor kijövünk a vízből, felöltözünk, ott is 5 méter távolság van tőlük, és szépen kimegyünk külön-külön az épületből, és így tartjuk be azt, hogy mindenki egészséges maradjon. A közel 3 hónapos kényszerszünet alatt tudtak edzeni egyáltalán? Igen, eleinte száraz edzések voltak az első 2 hétben. Ez a komplex termálfürdő segített nekünk, mert lehetett aztán a törvény szerint ebből kell a távolságot betartani, szépen edzeni. Mennyire volt nehéz betartani ezeket az óvintézkedéseket? Hát nem volt olyan egyszerű, még mai napig nehéz, mert valójában mai napig nem edzettünk 2 fázisosan, mert nekünk úszók valójában reggel, este, délután úszunk, és most jelenleg elkezdjük már a délutáni edzéseket is, a 2 órás valójában a 6-8 kilométeres úszások. Jelentek meg olyan információk, hogy a megyeri termálfürdő akár magánkézbe is kerülhet, mivel a tavalyi évben megvalósult beruházások és a koronavírus járvány megjelenése nehéz anyagi helyzetbe juttatta a fürdőt. Hogyan lehetséges, hogy egy ilyen nagy múltú vállalatot ilyen nehéz helyzetbe sodoljon egy 3 havi leállás? Hát maga az oka ennek a ténynek az, hogy az előző fürdővezetőség és az előző városvezetőség az felelőtlenül gazdálkodott a fürdőnek a tőkéjével, és mondhatni azt, hogy a 2026-os bevételeket is előre elköltötte. És részben ennek köszönhető az, hogy ez a gazdasági válság olyan mélyen sújtja a fürdőt, hogy aggódnunk kell a fennmaradásáért. Tehát valósak ezek a hírek, hogy talán magánkézbe is kerülhet a fürdő? Hát a célunk mindenképpen az, hogy ne kerüljön, viszont 6 millió eurónyi bankhitel van a fürdő nyakán, és jóformán mondhatni úgy, hogy a kést a bank szorítja a fürdő nyakához, torkához, és sok esetben nem a városon vagy nem a fürdővezetőségén múlik az, hogy egy ilyen döntés megszülessen, hanem a banki szektornak úgymond a döntéseként születhet meg az a döntés, hogy megvonja a fürdő támogatását, és akkor egy összegben kéne a városnak vagy a fürdőnek kifizetni ezt az összeget. Mi a fürdővezetőségével azon dolgozunk, hogy ez semmiképpen ne fordulhasson elő. Tárgyalunk más bankintézetekkel is, és én optimistán látom a jövőt, hogy a nagymegyeri fürdő nagymegyeré, az embereké, a nagymegyeri embereké, és legfőképpen az ide látogató turistáké marad. Utunk második állomása a Dunaszerdahelyi Termálpark, amely kiváló gazdasági eredményekkel zárta az idei évet.
Ám a kényszerszünet valószínűleg jelentős hatással lesz az idei gazdasági eredményekre, amely nem csak az időjárástól, hanem a koronavírus járvány esetleges második hullámától is függ. Június 9-től újra várja a fürdőzni vágyókat a Dunaszerdahelyi Termálpark. Milyen érdeklődés övezte az újranyitást? Az időjárás sajnos nem várta annyira magát a megnyitót, mint mi magunk, tehát az idő az addigra elromlott, és ez azt is eredményezte, hogy mérsékelt volt a vendégek érdeklődése az első napokban. Most már úgy tűnik, hogy azért néhányan elhiszik, hogy lehet jönni ismét fürödni, és nem olyan veszélyes. Úgyhogy a látogatók érdeklődése, hogy úgy mondjam, növekvő tendenciát mutat, de természetesen az időjárás azért nagyban befolyásolja azt, hogy mennyien is látogatnak ki hozzánk. Annak érdekében, hogy elkerüljük a koronavírus járvány esetleges második hullámát, kénytelenek vagyunk bizonyos korlátozásokat betartani itt a fürdő területén. Melyek ezek a korlátozások, és milyenek az első tapasztalatai a látogatóknak? Maguk a korlátozások már más helyekről is ismertek lehetnek, tehát amikor a vendég a fürdőbe megérkezik, akkor először is történik egy testhőmérsékletmérés, és akinek a testhőmérséklete meghaladja 37,2 fokot, azt sajnos nem tudjuk beengedni. Ennek ellenére különösebb kényelmetlenség nem vár a vendégekre a bejáratnál, annyi, hogy érkezéskor még szükséges a maszk viselete, de ez az öltözőben való átöltözés után már a fürdő egész területén nem szükséges. Június 3-ától a kemping is üzemel, június 5-től pedig a termálpark szállodája is. A nyári foglalásokra hatással volt koronavírus járvány? Sajnos azt kell mondani, hogy a nyári foglalásokra hatással volt a koronajárvány. Egyrészt azért, mert voltak olyan bizonytalan vendégek, akik annak ellenére, hogy ez március-áprilisban még távolinak tűnt, de azért csak lemondták a nyári foglalásukat, de sokkal nagyobb hatása volt annak, hogy új foglalások nem igazán érkeztek egészen addig, amíg nem stabilizálódott a helyzet. Mire használták ki a leállás alatti időszakot? Igyekeztünk elsősorban arra kihasználni, hogy olyan munkálatokat végezzünk el, amit működés közben nagyon nehéz, és hát természetesen szükség volt arra, hiszen minden medence leengedésre került, hogy átnézzük a technológiát, és mindenhol egy alapos tisztítást, fertőtlenítést végezzünk el. Milyen újdonságokkal várják a látogatókat? Dunaszerdei Termálparkban az idei év nagy újdonsága a felújított tópart átadása vendégek részére. Ugye idei újdonság az is, hogy a tóban most már hivatalosan lehetséges lesz fürödni is, de számos vízi attrakciót is készítünk a tóra, tehát ez egy aktív pihenő terület lesz a fürdő területén belül, ami által egyrészt megnövekszik az a terület, amit a vendégek használhatnak, másrészt sok olyan érdekes lehetőség adódik az eddigiekhez, ami eddig nem volt. A közel 3 hónapos leállás milyen hatással volt a fürdő gazdasági helyzetére? Hát mondani se kell, hogy 3 hónapos időszak bevétel nélkül, azzal, hogy a költségek nem álltak le egyik napról a másikra, ez csak egy-egy irányú utca lehet, tehát ez azt jelenti, hogy a fürdő azért elég rendesen elhasználta a tartalékait, és szerencsére voltak tartalékaink. Hát a mi esetünkben ez alatt, az időszak alatt a kiesés az meghaladja az 1.070.000 eurót, hogyha az előző év hasonló időszakához hasonlítjuk. Van ok az aggodalomra? Ezt az időjárás fogja megmondani. Mindenki nagyon bízik szerintem abban, hogy nyáron jó idő lesz, és a vendégek a hazai termálfürdőket és lehetőségeket válasszák az idén, talán a tengerpart helyett, vagy mellett mindenképpen. Tehát, hogyha szép számban kilátogatnak hozzánk, akkor azt hiszem, hogy nem lesz gond aggodalomra. Hát, hogyha ez nem történik meg, akkor azt hiszem, hogy sok fürdőnek ez egy nagyon nehéz esztendő lesz. A belépőjegyek és a szolgáltatások áraiban várható változás? Picit módosultak a jegyárak, de azt kell mondanom, hogy ez egy előre tervezett emelés volt, amire mindenképpen sor került volna. De mondani se kell, hogy a járvány okozta bevételkiesés, a működtetés által megkívánt magasabb költségek és a nagyobb emberigénye a működésnek az mindenképpen egy költségfelhajtó tényező, ami abszolút indokolja az árak felfelé módosítását. Dél-Szlovákia leglátogatottabb fürdői létrehozták a Szlovákiai Akvaparkok és Fürdők Szövetségét. Miért volt szükség ön szerint erre, és mit várnak tőle? Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, és egy nagyon jó dolog, hogy végre összejött a fürdőknek ezenfajta közös fóruma, hiszen lehetőséget ad szakmai tapasztalatcserére, lehetőséget ad nemzetközi ismerkedésre,
és mindenképpen lehetőséget ad arra az állami szerveknek, hogy a fürdőket érintő tematikában egységes álláspontot képviselő partnerrel tudjanak tárgyalni. Számítanak bármilyen kompenzációra az állam részéről a jövőben? Az állam részéről a legmagasabb szintekről hangoztak el ígéretek, hogy azokkal szemben, akik a járvány ideje alatt bezárásra kényszerülnek, mindenképpen, tehát nem fognak ezekről a cégekről elfeledkezni, és hát azt látjuk, hogy az akvaparkok az elsők között csuktak be, és az utolsók között nyitottak ki, tehát mindenképpen súlyosan érintett bennünket ez a szituáció. Nagyon várjuk, hogy mivel rukkol elő a kormány, sőt, nem csak tétlenül várjuk, hanem egy 13 pontból álló javaslatot készített el a Szlovákiai Fürdők Szövetsége, amelyet el is jutottunk a megfelelő minisztériumban. Közel 3 hónapos kényszerszünet után újra nekünk kedvez az időjárás, végre minden visszakerülhet a régi kerékvágásba. Hogyan érzitek magatokat? Hát nagyon örülünk neki, hogy már végre így mehet minden, és szerintem úgy néz ki, hogy jó nyárnak nézünk elébe idén is, úgyhogy örülünk neki. Sok vendégre számítunk. Én is ugyanezt tudom elmondani, remélem, hogy mindenki itt fogja kielvezni a nyarát, mert más lehetőség úgyse lesz idén, és remélem, hogy nagyon sok emberünk lesz. Mi az, ami a leginkább hiányzott nektek a karantén időszakában? Hát az például, hogy el tudjunk menni ide-oda, moziba, stb. Beülni barátokkal kávézóba. Gondoltátok volna, hogy még ezen a nyáron hűsölhetünk és pancsolhatunk itt Dunaszerdahelyen a termálparkban? Hát igazából én nem számítottam hogy erre, hogy így lesz végül, de nagyon örülök neki, hogy így alakult idáig. Én sem, mivel azt mondták, hogy rosszabbodik a helyzet, de hál' Istennek ellentétje lett, úgyhogy nagyon örülünk neki. Így a hosszú karanténos hónapok után hogy érzed magad végre itt a strandon? Hát nagyon jól érzem magam, végre kiruccanhattunk egy kicsit ide a strandra. Sok ember, jó a kedv, több nem is kell. Több hónapos koronavírus válságtán milyen nézés újra itt a strandon? Kicsit visszazökkenni a régi kerékvágásba? Kiváló, megmondom őszintén, kiváló. Tetszik az is, hogy kevesen vannak. Úgy látszik az emberekben, hogy benne van a félsz, ezért se sor, se tumultus, teljesen szuper. Én azt gondolom, hogy a legjobbkor jöttünk. Gondolták volna még a karantén időszakában, hogy nyáron hűsölhetünk itt Dunaszerdahelyen? Nem. Azt gondoltam, hogy az elhúzódik egészen őszig. Komolyan, hogy zárva lesz. Valami oknál fogva nem fogunk tudni kijönni, nem tudom. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ez megvalósult, hogy itt lehetünk. Nem tart esetleg a koronavírus járvány esetleges második hullámát? Hát tartani nem tartok, de hallottam a prognózisokat mindenfélét. Lehet, hogy lesz, a fene tudja, de én nem tartok tőle. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és én is ugyanazt tudom mondani, mint a férjem, hogy örülünk, hogy tényleg nincsenek sokan. Ugye a gyerekek is élvezik a strandot, egy picit mi is jobban, úgyhogy nagyon örülünk, és a melegnek is, mert ugye ez is most ezen a nyáron idáig elmaradt, úgyhogy nagyon örülünk neki.